Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik kriptokereskedési platform. Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és ma is itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát a múltkor, az előző adásban már elkezdtünk beszélni az amerikai tőzsdefelügyelet hát új hozzáállásáról, fogalmazzunk így. Van is hatása a piacra. Alapból felvett a tőzsdefelügyelet egy negatív hozzáállás, támadja a kriptós szolgáltatókat, vállalkozásokat, és ez most már a piacon is meglátszik, ugye? Mik itt a legutolsó napok reakciói? Csak nagyon röviden összefoglalva, egy érdekes helyzet van, mert a tőzsdefelügyelet kitalálta, hogy bizonyos kriptoeszközök értékpapírnak minősülnek, ami csak azért érdekes, mert a tőzsdefelügyeletnek nincs törvényalkotási joga, ő neki törvénybetartatási kötelessége van. Viszont ezzel nagyon megbolygatta a piacot, megbolygatta a szereplőket. A két legnagyobb szereplőt támadja a legerősebben. Itt egyébként a Coinbase és a Binance US megvárja, hogy a bíróság mondjon ítéletet. Ők addig nem állítanak le semmilyen szolgáltatást. Vannak közepes méretű szereplők, akik viszont igen, tehát vannak, akik leállítottak szolgáltatásokat, eszközöket töröltek a listájukból. Azt lehet mondani, hogy van visszaesés az árfolyamokban, de az elmúlt hónapokban volt egy sáv, amin belül mozogtunk. Na most ennek a sávnak a legaljára kerültünk vissza. Annál lejjebb egyelőre nem ment. Én azt gondolom, hogy ha nem rukkol elő valamilyen új támadással, nem vesz elő egy új kártyalapot vagy fegyvert a tőzsdefelügyelet, akkor nem is fogják tudni áttörni lefele ezt a vonalat. Ha viszont elő tud venni, akkor és áttöri ezt a alsó támaszvonalat, akkor lehet, hogy egy jelentősebb zuhanást tapasztal. Majd. A másik érdekesség, hogy a decentralizált tőzsdéken viszont nagyon megugrott a kereskedés, olyannyira, hogy körülbelül rekordszinten van, tehát ugye az egész kripto piacon tapasztalható volt 2021 második felében a rekordforgalom, úgy általánosan a decentralizált és a centralizált tőzsdéken egyaránt. Most viszont a decentralizált tőzsdéken annyira megugrott, hogy elérte azt a szintet, ahol a mindenkori csúcson volt. Ez azt jelenti, hogy a decentralizált és centralizált tőzsdék közötti forgalom arány az soha nem látott mértékbe áll magasan a decentralizált tőzsdéknél. Most ez azt jelenti, hogy a kriptokereskedésnek a forgalma körülbelül, vagy már meg is haladta a 20%-ot. Ugye van a kriptovilág, aminek a decentralizáltság az egyik velejárója. Mégis akkor miért népszerűbbek a centralizált tőzsdék, mondjuk a Binance, a Coinbase? Miért egy centralizált szolgáltatást vesz igénybe az, aki ugyanakkor decentralizált megoldásokba akar befektetni? Ennek nagyon logikus magyarázata van. A decentralizált világ technológiailag hoz magával olyan korlátokat, amik sokkal nehezebbé teszik, hogy egyszerűen felhasználóbarát módon lehessen mindenféle megoldásokat kínálni a piacon. Ami elérhető a decentralizált tőzsdéken, azok is teljesen máshogy működnek, mint amit megszoktak azok, akik egyébként szoktak kereskedni a piacon. A centralizált tőzsdéken meg ugyanolyan módon, ugyanolyan jelleggel lehet kínálni ezeket a megoldásokat, tehát megszokott módon tudják használni a felhasználók, eleve sokkal felhasználóbarátabb módon, és nem beszélve arról, hogy sokkal többféle megoldást kaphatnak, hogyha valaki nem kellően kvalifikált, akkor sokkal magabiztosabban tud mozogni egy centralizált tőzsdén, amihez muszáj hozzátenni azt, hogy azért a piac javul, tehát a decentralizált oldalon is nagyon erős, és elég jó törekvések vannak már, hogy egyre felhasználóbarátabb legyen a kezelőfelülete ezeknek a megoldásoknak, a másik oldala pedig, hogy a világ is kezd rádöbbenni, hogy milyen értékek vannak a valódi centralizációban, és tanulnak, tehát képzik magukat az emberek, akik szeretnének kereskedni, látják, hogy
ez az irány, ami hosszú távon működőképes tud maradni. Az amerikai tőzsdefelügyeletnek már nem ez az első negatív lépése e felé a világ felé. Nem is lehet gondolom számítani rá, hogy most egyik napról a másik napra megváltozna a véleménye, megváltozna az irány a kriptovilág felé. Be kell rendezkedni egy olyan amerikai piacra, ahol a tőzsdefelügyelet nem pártolja, vagy nem támogatja a kriptókat? Most ez azt jelenti? A hivatalos válaszom az, hogy erre nem tudok válaszolni. Erre az a magyarázat, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sokat vesztett a komolyságából az amerikai tőzsdefelügyelet. Ugye a kongresszus előtt volt a Gary Genslernek egy meghallgatása a tőzsdefelügyelet elnökének. Hebeget habogott, nem tudott válaszolni a kérdésekre, nem tudta megmagyarázni a hozzáállásokat, hiszen teljesen azonos jelleggel működő, azonos módon használható és funkcionális egy céljaiban is, tehát minden szempontból azonos eszközöket különböző kategóriába sorolt. Nem is volt egyébként hajlandó válaszolni, tehát az amerikai kongresszus előtt, amikor megkérdezték tőle, nem volt hajlandó válaszolni, terelt. Egyébként erről rengeteg videó van fönn, érdemes rákeresni. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy mire lehet számítani a jövőbe a tőzsdefelügyelettől. Az én személyes véleményem pedig az, hogy ez egy erős spekuláció, amit a háttérben van, és el fog jönni az idő 3 hét múlva, 3 hónap múlva, 1 év múlva, amikor egész egyszerűen megváltozik az álláspontjuk, és rá fognak jönni, hogy nem ez az észszerű, és nem ez a hatékony, és nem ez a jó módja annak, hogy fellépjenek ezen a piacon. Na de ehhez azért nagy változásokra van szükség, tehát itt mondjuk az elnök leváltására, mármint a tőzsdefelügyelet elnökének leváltására. Erről nagyon sokan beszélnek, tehát a tőzsdefelügyelet elnökének leváltása az folyamatosan téma, és nem csak a sajtóban, hanem a politikában is, és erre azt gondolom, hogy van esély, hogy leváltják az amerikai tőzsdefelügyeletet. Tehát Gary Genslernek egyébként egy érdekesség, az MIT-n tart kriptoeszközök órát a Gary Gensler, amire online lehet jelentkezni. Ennek a órának az ára az elmúlt 4 hónapban a harmada alá csökkent. Gondolom a kereslet nem úgy alakult, ahogy eddig. Ilyen magyarázatot nem láttunk, de bele lehet könnyen fantáziálni, hogy mi van mögötte. Annó pár éve, amikor a kínai szigorításokról beszélgettünk, ugye Kína is elkezdett megtiltani mindent, akkor azt mondtad, hogy végül is a piac hamar túltette magát ezeken a szigorításokon, mert egész egyszerűen a bányászok átköltöztek az Egyesült Államokba, és a kínai piacot ott hagyták. Fordulhat igen, tehát, ez most? Ugye itt most a tőzsdefelügyelet a bányászattal nem foglalkozik. Egyéb területen foglalkoznak vele, ez területre van lebontva az USA-ba, tehát vannak olyan államok, meg régiók, ahol ezt támogatják, valahol üldözik, teljesen vegyes, de hogy összességében ott nincs tiltva a bányászat. Viszont ehhez hozzáfűznék egy érdekességet, a kínai piac azért ott is lehet látni, hogy foglalkoznak azzal, hogy a piac mikor, merre mozog, mert most erősen szó van róla, hogy mégiscsak lehet majd kriptókereskedést folytatni, és mindenféle kriptós vállalkozást működtetni Kínában. Tehát eltelt 2-3 év, és 180 fokos fordulatot készülnek venni. Ez egy pozitív hír, hiszen arról is beszéltünk, hogy az is kockázat volt, amikor Kínában volt nagyon sok bányász, Kínában működött nagyon sok ilyen vállalkozás, hiszen a kínai állam bármikor ezt kisajátíthatja. Igen, hát erre most már nincs lehetősége, mert nem működik ott bánya, úgyhogy azért lett volna veszélyes, mert a Bitcoin konszenzusa úgy működik, hogy a bányászok többségének kell az akarata ahhoz, hogy valamilyen változást létrehozzunk a Bitcoin blokkláncon, viszont a bányászoknak több, mint a fele Kínában volt. És hát ugye a kínai jogrend az úgy működik, hogyha az állam államosítani akar, akkor államosítani tud. Hogyha a Bitcoin bányászoknak több, mint a felét azt államosították volna, akkor tulajdonképpen a kínai állam kezébe került volna a Bitcoin. Ez megszűnt, mert hivatalosan egyáltalán, valójában pedig elenyésző mennyiségű bánya működik Kínában. Viszont nem az összes egy az egybe Kínába költözött, hanem hát költöztek Kazaksztántól kezdve nagyon sok helyre, de valóban a jelentős része az USA-ba ment. Viszont úgy, hogy a kínai piac azért az szétoszlott a világba, így sehol nincs megközelítőleg sem az 50%-a a bányászoknak.
Na hát az Egyesült Államokban való történésekről beszélgettünk itt a kriptovilágban az elmúlt percekben. Ennyi fért bele, Attila, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia, szia! Köszönöm szépen, sziasztok! És Andor Tóth Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum. Minden csütörtökön és pénteken a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!